Generációk, nevelés, munkavállalás, ezeket a témákat érintette az előadó a Kirejtyházi Cementgyárnál felállított színpadon. Steiger volt Krisztián generációkutató érkezett ide. Én a generációknak egy olyan megközelítését hoztam, ami a családon belül nevelésről szól, tehát elsősorban a gyerekek megközelítéséről, de nyilván az, hogy kinek ki a gyerek, az attól függ, hogy én hány éves vagyok, mert ugye a szüleimnek én vagyok a gyereke, az én gyerekeim meg nekik az unokájuk, tehát mindenkit lehet nevelni, sőt oda-vissza lehet nevelni, a szülőt is lehet nevelni. Úgyhogy ennek a különbözőségét, a különböző generációs sajátosságok megközelítésében fogom ebben a másfél órában megközelíteni. Teljesen más környezetben, feltételek között kell ma egy fiatalnak felnőnie, mint amiben a szülei nevelkedtek. Ezt figyelembe kell venni, mondja a kutató. Most egy gyerek megszületik, és körbenéz, nem ő hozza magával ezt a világot, hanem ehhez a világhoz kell saját magát alkalmazni, és a túlélésre berendezkedni, ami egy hipergyors, hiperszenzitív világ, és erről mindig elfeledkezünk, hogy 2007 óta, amióta Steve Jobs bemutatta az első okos eszközét, ez már 16 éve, a gyerekek egy olyan világban nőnek föl, ami egy hiperszenzitív, hipergyors világ, és annak megfelelően kell kialakítani azt, hogy hogyan tud ezen a világon élni, ami teljesen más, mint volt a 70-es években, vagy a 80-as években. És én ezt képviselem, ezt a missziót hozom az országban minden területre, hogy értsük meg, hogy nem jobb, nem rosszabb, csak más. Azért a szülőknek van tennivalójuk, és figyelniük kell arra, hogy mit csinálnak, amiről példát vehet a fiatal. Milyen mintákat mutatunk a gyerekeinknek, mert 7 vagy akár 12 éves korig egy gyerek nem tanul, hanem mintákat követ. És hogyha a szülő például nagyon erősen digitálisan függő, akkor a gyerek is digitálisan függő lesz, mert azt a mintát veszi át. Nem a gyereken kell kezdeni a nevelést, nem saját magunkon kell kezdeni a nevelést, és ehhez most a 21. században, ahol semmilyen kapaszkodónk nincs, ahol minden bizonytalan, ahol nem tudjuk, hogy mi vár ránk, nemhogy jövőre, hanem holnap után, ebben a bizonytalan közegben az egyik fő stabilitás a saját magunk lehet, ez az önismeret ad egy nagyon jó bázist, és azt gondolom, hogy ma egy szülő a legnagyobb ajándékot, amit a gyerekének adhat, az az önismeret. A cementgyárat működtető cégnél ezen a héten indult egy kéthetes eseménysorozat, aminek része volt ez az előadás. Az egészség, munka és környezetvédelmi két hetünk, ami tulajdonképpen egy 20 eseményből álló programsorozat, amit minden éve meg szoktunk tartani, csak ezentúl most már a környezetvédelmet is szeretnénk bevenni, ugye, mint fontos tényezőt, vagy fontos témát. És nem csak a környezetvédelmet, hanem azon belül, illetve amellett még amit angolul úgy mondjuk, hogy mental well-being, tehát a lelki jólétet is, és ugye ennek a része, az egyik része az, hogy például ma hívtunk egy neves generációkutatót, aki arról fog nekünk beszélni, hogy hogyan értsük meg a fiatalabb kollégáinkat. Ezen kívül lesznek még sport és más programok is. Mindez annak jegyében, hogy a cégnél alapértéknek minősül a munkavállalók és a vállalattal együtt dolgozók egészsége, biztonsága, valamint a környezet megóvása.